Jó estét kívánok! A híradó után már is itt vagyunk az esti közelképpel, ahol most is aktuális közéleti témákról beszélgetünk. Megkezdődött Debrecenben a karácsonyfák szervezett begyűjtése. Az AKSD Kft. Munkatársai ezekben a napokban több ezret szállítanak el, hogy aztán komposztálva újra hasznosítsák. Hová és mikor kell kitenni a fenyőket? Mi lesz pontosan a fák sorsa? Erről és a lakossági hulladékudvar szolgáltatásaival kapcsolatos aktuális információkról is szó lesz a következő pár percben. Köszöntöm a stúdióban Domokos Csillát, az AKSD Kft. Szóvivőjét. Kezdi Csuklam, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok! Na hát, látjuk már néhány napja a kukások, egész pontosan hétfő óta a kukásautókat. Mekkora tömegre számítanak, hány tonnáról beszélünk így az elmúlt évek tapasztalatai alapján? Bizony a kollégáink 8-ától már külön gyűjtik a fenyőfákat, úgyhogy van egy külön csapatunk, akik kifejezetten csak fenyőfát gyűjtenek a lakótelepővezetekből. Felosztottuk a várost évek óta, igazából nem változott túl sok minden a rutinunkon, ez egy nagyon jól kialakult és működőképes rendszer. Fel van osztva a város gyakorlatilag körzetekre, és minden körzetet legalább heti kétszer bejárnak a fiúk, és összegyűjtik az összes kirobott fenyőfát. És azt láttuk most idén, hogy nagyon szuper a lakosoknak a hozzáállása, ugyanis szinte alig vannak díszek a fenyőfákon. Ez nyilván nagyban könnyíti a mi komposztálós kollégáink munkáját. Ez az egyik legfontosabb kérésük, hogy ne legyen rajta dísz, meg talp, ugye? Az megdöbbentem, hogy karácsonyfa talppal együtt lenni. Is kiteszik. Igen, az még a jobbik eset, hogyha az a bizonyos fenyőfatalp fából készült, de előfordul, hogy véletlenül rajta marad egy fém fenyőtalp, és akkor nyilván ezt nekünk le kell ahhoz szerelni, illetve a díszeket is le kell szedni a fenyőfáról, ami esetleg rajta maradt. És a nylon csomagolásokat ugyanúgy, mert az, ha bekerül a válogató, vagyis az aprítógépünkbe, akkor akár tönkre is teheti azt, erre is volt már. Ugye, évente egyszer azért előfordul, hogy tönkre megy azért átmenetileg az aprítógépünk, mert valami olyan anyag kerül a fenyőfáról bele, ami hát nem odavaló, és akkor egy kicsit megakasztja a rendszert. Mindig azt kérjük a lakosoktól, a lakótelepővezetekben, hogy egyrészt ugye tisztítsák meg a fákat, másrészt pedig olyan helyre helyezzék ki azokat a fenyőfákat, amiket a 26 tonnás gépjárművünk meg tud közelíteni, mert a kollégáknak az a feladata, hogy gyakorlatilag a házak mellé kihelyezett fenyőfákat gyűjtsék össze, az nem, hogy a parkokba is bemenjenek a fenyőfákért, úgyhogy ez az egyik legfontosabb dolog, hogy olyan helyre helyezzék ki a fákat, ahol a fiúk össze tudják azt gyűjteni. Jellemzően a szelektív szigetek mellé, vagy olyan helyre, ahová a kukákat is ki szokták húzni, de nem akadályozza a forgalmat. Úgyhogy összesen ennyi, amit szeretnénk a lakosoktól továbbra is kérni. A lakótelepővezetek az egyik része a fenyőfagyűjtésnek, ami ugye kb. 28-30 tonna fenyőfa hulladékot eredményez évről évre. Ez az, amit végül komposztálni fogunk. Viszont a családi házakban élő lakosokhoz is van kérésünk, mégpedig az, hogy amennyiben lehetőségük van, akkor az ott keletkezett és kidobott fenyőfákat vagy a zöld hulladékgyűjtő pontra lehet elszállítani. Ez a regionális hulladékkezelő telepen van a Bértesi út 9 szám alatt. Ez eddig egész évben használható, nyilván a fenyőfa gyűjtésére is szolgál, illetve hogyha erre nincs lehetőségük, akkor a kék kukák, vagyis a kommunális hulladék tárolására szolgáló kukák mellé kellene kitenni a vegyes hulladékgyűjtési napon, mert azt onnan fogjuk elszállítani. És ez azért van így, mert annyira csekély mennyiségű fenyőfa hulladék keletkezik a kertes házas övezetekben, hogy nyilván erre külön gyűjtőjáratot nem tudunk szervezni, és a lehetőség pedig mindenki számára adott, hogy a zöld hulladék gyűjtőpontot használja. Ez a 30 tonnányi adat, amit említett, vagy számadat, ez az elmúlt évekhez képest, ez változott, nem változott? Ugye nagyon sokan már műfenyőt állítanak évek óta. Észrevehető ez a kihelyezett fák számában, mennyiségében? Mindig azt hiszük, hogy egyre több műfenyőt használnak az emberek, de egyébként a mennyiségekből
annyira nagyon ez nem látszik, mert mondjuk 6-8 évvel ezelőtt 22-3 tonna fenyőfát gyűjtöttünk össze egy januári szezonban, azonban tavaly is már 30, egy picit több, mint 30 tonna volt, akár idén is lehet, és egy picit mindig évről évre 1-2 tonnával emelkedik a mennyiség. Valamikor volt egy visszaesés, 18 környékén, de egyébként kb. Olyan 28-30 tonnával lehet számolni, szerintem idén is, de majd meglátjuk. Meddig rakhatjuk ki, meddig nem késő, amíg elviszik akár a kommunálissal, akár az önök speciális gyűjtő csapata? Január 31-ig tart ez a külön gyűjtés, ami kifejezetten a fenyőfákra vonatkozik. Természetesen vannak olyan lakosok, akik tovább szeretik a fát az otthonukban csodálni, épp ezért arra is van lehetőség, hogy utána elhozzuk azt, csak akkor már külön címre érkezve, tehát ha a lakossági bejelentést kapnak a kollégáink az ügyfélszolgálati irodában, akkor jelzik azt a logisztikának, és megoldjuk az elszállítást, illetve a zöld területi, az önkormányzat zöld területi osztályának lehet még leadni a jelzést ezzel kapcsolatosan, és mindenféleképpen gondoskodni fog valaki arról, hogy az a bizonyos fenyőfa, amiről bejelentés érkezett, eltűnjön a közterületről. De szokott olyan lenni, hogy június végén kapunk értesítést, úgyhogy vannak meglepő helyzetek. Néhány éve voltak rádióállomások, akik viccet is csináltak ebből, hogy megtalálták, nem tudom, október elején az előző év legutolsó karácsonyfáját. Na ezt félretéve, mire kell számítanunk most, mi lesz a komposzt sorsa, és mindenből komposzt lesz? Komposzt lesz az összes fenyőfából, ami bekerül a telepünkre, de alapvetően tudni kell, hogy nagyon-nagyon kis részét képezi a fenyőfa az egész komposzt prizmának, ugyanis egy komposzt prizma 200 köbméter, és alapvetően összesen 3 köbméter az, ami gyakorlatilag a fenyőfát tartalmazza, de ilyen mennyiségben még tökéletes komposzt készül belőle, és körülbelül olyan tavasz közepére, végére fogy el egyébként a fenyőfa, tehát nem egyben dolgozzuk be, nyilvánvalóan az arányokra mindig figyelni kell, és körülbelül április tájékán már nincs fenyőfa hulladék a komposztáló csarnokunkban. Hol lesz? Hogy kerül vissza a körforgásba? Hol lesz ez a komposzt? Alapvetően a komposztunk teljes éves mennyiségét értékesítjük. Alapvetően 70%-a kerül ki a szántóföldekre, mezőgazdaság használja leginkább, 20%-a kerül erőművi hasznosításra, és a maradék néhány százalék, az pedig kiskertekbe, akár közterületekre, különféle egyedi megrendelések útján kerül vissza gyakorlatilag a felhasználókhoz. Lakossági hulladékudvar, nem tudjuk elégszer mondani, most is kering néhány félreértés, pletyka, szóbeszéd, téves információ, tegyük tisztába ezeket. Pontosan miről is van szó, hogyan alakul a hulladékudvar használata, szolgáltatása, miért kell fizetni, miért nem kell fizetni, mi a helyzet a regisztrációval, mik a tapasztalatok, van-e novum 24-re? Hát a legnagyobb tapasztalat az, hogy egy kicsit, mintha visszaesett volna a hulladékudvart látogatók száma, ami egyébként én, mint a kollégáim kollégája, alapvetően most egy kicsit így mondtam is a hulladékudvaros kollégáknak, hogy egy kicsit lélegezzenek föl, ha már egy ilyen helyzet adódott, mert gyakorlatilag az elmúlt 2-3 évük nekünk nagyon nem volt nem egyszerű, hiszen leégett a hulladékudvar, át kellett költözniük a hulladéklerakó telepre, ott volt egy nyitott hulladékudvar, borzasztó körülményeket éltek át, és iszonyat nagy forgalmat, és az egészen nyár végéig gyakorlatilag tartott, úgyhogy nagyon csúcson dolgoztak a kollégák. És most, hogy gyakorlatilag a hulladékudvarok működését már országosan egységes keretek között kell működni, vagy végezni, és megvannak arra a MOHU-MOL hulladékgazdálkodási ZRT, mint konceszor előírásai, hogy hogyan is kell működni egy hulladékudvarnak. Nyilván sokkal több adatszolgáltatást kell teljesítenünk, napi készlet nyilvántartást kell vezetnünk, meg vannak határozva olyan hulladékok, melyeket mérlegelni kell, ugyanis megvannak azok a kvóták, hogy egy lakos, tehát egy háztartás, egy nap, maximum hány kilogramm darab adott hulladékot
adhat le, és ez azonnal mérlegelésre kell, hogy kerüljön, amik ebbe az úgynevezett kvótaköteles hulladékok körébe tartoznak, de nem minden tartozik ide. És amiatt, hogy gyakorlatilag egy nagyon jól szabályozott rendszer szerint kell működnünk, ez azt eredményezi, hogy egy kicsit több időbe kerül a hulladék leadása annak, aki pont kvótaköteles, azaz például építési törmelék vagy lom hulladékot szállít be a hulladékudvarba, de ez nem jelenti azt, hogy egyébként bármiért is fizetni kéne, mert ilyen tévhitek is keringenek, hogy amit mérlegelni kell, azután biztos fizetni kell, vagy amit már nem lehet leadni, a fölött kell fizetni, de a hulladékudvarban semmi pénzforgalom nincs, mert nem lehet. Nem kell ez egy fizetni. Teljesen díjmentes szolgáltatás a lakosság részére, úgyhogy semmilyen fizetési dolog nincs, maximum annyi, hogy ezeket a mérlegelés körébe tartozó hulladékokat le kell mérlegelnünk ott azonnal. Különböző technikákat találtak már ki a kollégáink, hogy hogy lehetne minél gyorsabban, azonnal, a legkevesebb várakozással megoldani. Úgyhogy ebben is azért mi is fejlődünk, hogy minél kevesebb fennakadást eredményezzen, vagy minél kevésbé érezze a lakos, hogy most itt mérlegelni kell. De érdekes módon azok a hulladékok, melyeket nem kell mérlegelni, azoknak a mennyisége is egy kicsit visszacsökkent. Úgyhogy az egész hulladékudvar forgalma érezhetően kisebb, mint volt. Ezért most a mi kollégáink kicsit fellélegeztek, viszont nem értjük, hogy vajon mi lehet ennek az oka, hiszen az időpontfoglaló rendszer, ami azt a célt szolgálja, hogy tudjuk automatizáltan teljesíteni az adatszolgáltatásainkat, és hosszú távon minden sokkal gördülékenyebb legyen, kevesebb várakozás merüljön fel a lakosok részéről. Ezt lehet, hogy nem, vagy félnek, idegenkednek esetleg a lakosok attól, hogy az időpontfoglaló rendszert igénybe vegyék, mert hogy ez eddig nem volt. Bonyolult viszont ez? Ez 2 perc. Nem bonyolult. Ez egy 2 perces művelet, direkt úgy fejlesztettük le, hogy ezt maximum 1,5-2 perc alatt meg lehessen csinálni, még akár mobileszközön is, még akkor is, ha kicsi, tehát próbáltuk úgy kialakítani, hogy ez nagyon-nagyon hamar megoldódjon, nem kell beregisztrálni, felhasználó nevet, jelszót használni, stb., hanem alapvetően az adott időpontot le tudja az ember foglalni, csak azoknak kell időpontot foglalni, akik személygépjárművel vagy ahhoz kapcsolt utánfutóval érkeznek, aki biciklivel vagy gyalogosan jön, annak nem kell időpontot foglalni, persze, hogyha jön hulladékot hoz, azt is mérlegelni kell, de időpontot foglalni csak azoknak kell, akik gépjárművel érkeznek, és pont azért, hogy a torlódást ugye elkerüljük. Tehát ez 2 perces művelet, online, hogyha valakinek nincs internet elérhetősége, akkor munkanapokon nyitvatartási időben a ügyfélszolgálatunk kollégája is lefoglalják számára az időpontot, tehát telefonon is, vagy személyesen is lehet kérni az időpontfoglalást. Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi okozhatja. Díjmentes, és az időpontfoglalás rendkívül rövid. És tapasztalható, hogy egyébként nagyon sokan inkább bevállalják azt, hogy kivigyék a hulladékaikat a depóniára, tehát ezt csak mi hívjuk így, bocsánat, a hulladékkezelő központban, a Vértesi út 9 szám alá. Igen. Ugyanis minden egyes debreceni lakosnak az önkormányzat jóvoltából gyakorlatilag lehetősége van arra, hogy évi 200 kg kommunális hulladékot, ami nem veszélyes hulladék és nem építési törmelék, elhelyezzen a szeméttelepen. Ezt egy évben akár két felé is bonthatja, tehát hogyha először 70 kg-ot vitt ki, akkor még egyszer van lehetősége a maradék 130 kg-ot is kivinni, és az a fölötti részért kell csak fizetni a lerakás kapcsán. Nagyon sokan inkább kiviszik a depóniára, és ott teszik le a hulladékukat, pedig a hulladékudvarba is be lehet ám hozni. Úgyhogy a kollégák tártkarokkal várják továbbra is a debrecenieket. Na hát akkor még egy pár nap szusszanást kívánok a kollégáknak, talán a hulladék elhelyezők is egy kicsit rápihentek most az év végére, és talán a következő hetekben újra felfedezik ezeket a szolgáltatásokat, és hát nagyon fontos, hogy egy csomó mindenért nem kell fizetni. Semmiért nem kell fizetni. Domokos Csilla, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.